A nyuszik királyok, mi vagyunk a legjobbak, a nyuszik győzni fognak. A nyuszik királyok, mi vagyunk a legjobbak, a nyuszik győzni fognak. Nem, lányok, nem tudom tovább elviselni. Én is ilyen ruhákban akarok ugrálni, nem pedig a matracon nyújtani. Igen, azt mondtad, mi is pomponlányok leszünk, ha edzeni fogunk. Tudjátok mit? Szerintem a pomponlányok csak szórakoznak velünk, sosem leszünk pomponlányok. Legjobbak! Lányok, tényleg azt gondoljátok, hogy olyan egyszerű pomponlánnyá válni? Hát nem értitek? Most nem lehettek pomponlányok. Júlia és Maruska, értitek, hogy nincs egyenruha a ti méretetekben? Szóval nyújtanunk kell ezen a matracon egész évben. Lányok, valójában a sport az érdekes és egészséges, szóval folytassátok az edzést. Hát nem látod, hogy edzünk? Gigi, fejezd be, hogy Lotus pózban ülsz, kezd el gyorsan a nyújtást. Nem akarom. Lányok, folytassátok a nyújtást, de nézzünk titeket. A nyuszi királyok, mi vagyunk a legjobbak, a nyuszik győzni fognak! Győzni fognak! Smiley, ír valamit a homlokomon, ne bámulj már! Igen, kosarazók, mit néztek? Miért gondolod, hogy rád nézek? Azon gondolkodom, hogy hova tegyem a képet. Igen, a pompom lányok képei ott lesznek, és velük szemben a kosarazóké. Igen, mi kosarazók, nem pedig ti focisták. Sziasztok, srácok! Nézzétek ezt! Szia, Zöldike, te nem vagy pompomlány. Hol szerezted ezt a ruhát? Visszaadták az egyenruhádat? Újra pompomlány leszel? Nem, elloptam. Nem adom soha többet senkinek. Hát, facista, szerencséd van, hogy ilyen barátnőd van. Nem csak, hogy követ mindenhova, de még tolva is. Srácok, zárjátok be az öltözőt és menjünk innen. Komolyan, Zöldike, tűnj innen ezzel az öltözékkel. Ó, kosarazók, meneküljetek, az én nevem van ráírva az egyenruhára. Hol van ráírva? Andi, már csak úgy mondtam a kosarazóknak, te a pasim vagy, támogatnod kell. Nem foglak támogatni, a békek lehet, hogy eljönnek és beszélnek erről. Dima, megyünk az öltözőbe, tudnál Zöldikével maradni 5 percet? Nem, Kostya, ne adj, itt a barátom Bocsi. Vagy. Dima, megyünk, te tartod a mosdó ajtaját, amíg átöltözök. Nem fogom. Muszáj mindent bezárnunk, hogy Zöldike el ne lopjon valamit. Miért ilyen drágák? Ez a kávézó rávesz minket, hogy bankot raboljunk. Hol van Ice? Ice, hol vagy? Itt vagyok. Hát még az üzenetekre sem tudok válaszolni. Mit kérnénk? Láttéd természetesen. Igen, hideg van. Kérdem kell libanádé. Edzettünk és most enni akarunk. Adj nekünk egy kis pizzát. Üljetek le, most elkészítek mindent. Siess! Nagyon éhes vagyok. Ezek igazi békák. Illik hozzájuk a név is. Az ördögbe, srácok, az edzésnek mostanra vége kéne, hogy legyen. Tudjátok mit, srácok? Pontosan látni, hogy Gigi sokkal szebb edzés. De nem látunk semmilyen változást, Julin. Azelőtt nem bírtam felemelni Maruskát, de most bírom. Felemelem egy centivel a földről. Wow! Srácok! Fogjátok meg a táskáinkat! Srácok, a barátnőitek egyáltalán nem akarnak edzeni az én edzéseimen. Ha továbbra is így fognak viselkedni, nem fogjuk tovább tanítani őket. Nem vagyunk elég erősek, hogy felemeljük a lábukat és helyettük kinyújtsuk. Azt akarjátok, hogy a barátnőidek gyönyörűek legyenek, akkor beszéljetek velük. Illetve ne vegyetek nekik hot dogokat, mert büdös lesz a szoba. Srácok, tudjátok, hogy ez milyen nehéz. Patrik, nézd, hogy ezeknek a lábaim. Vékony leszek. Oké, menjünk. Soha többé nem veszek neked hot dogot. És pizzát lehet? Nem. Diana, hol van a kabalánk? Miért nincs még itt? Én le vagyok döbbenve, azonnal hívom. Diana, ha késik, akkor gondban leszünk. Oké, találunk egy újat. Halló, kabala. Szia. Miért nem jöttél ma edzésre? Á, jössz? Oké, akkor várunk. Mi az, Diana? Diana, nem hallottad? Csak most jön. Lányok, ez nem oké. Késik, muszáj őt találni. Na, azt, ja, komolyan gondolod? Azt hiszed, hogy könnyű helyette valakit találni? Csak egyszer késed, szóval adhatunk neki egy másik esélyt. Ó, Diana, hol van a kabala? Szia, Smiley. Hát ma nem jött el az edzésre, késed. Akkor ez annak a jele, hogy le kell cserélned. Az ördögben, Max, tudod, ma a kabala nélkül edzettünk, késed. Na, azt, ja, látom. Ravaszti, ezt nem tudom elviselni, ez szörnyű a lúzereket tanítani. Fejezd be a tanításokat, mit gondolsz, mi lesz belőle? Mindent beleadunk. Smiley, mindig kibírjuk dobni, lehet, hogy dugóba keveredett, előfordul. Hát te döntesz, Csajsz, ide én a helyedbe megtenném. Oh, végre átöltözhetünk, fáradt vagyok. Ja, én is elég elfáradtam. Ki vagyok már vőle, te? Ja, én is. Hát, lányok, ma nagyon érdekes volt, csomót nevettünk. Ledöbbentünk mindannyian. Az ördögbe. Hagyjátok, hogy befejezzem, elkezdtem beszélni. Mi volt a vicces? Hát Zöldike ellopta a békek egyenruháját.
Igen, megpróbálta lenyűgözni Dimát. A focisták ledöbbentek, gondban voltak. Nem értem, Diana miért jár Zöldikével? Ó, lányok, hallottátok ezt? Van egy tolvajunk az iskolában. Muszáj bezárnunk az öltözőket, és magunkkal kell vinnünk a kulcsokat. Így is van. Hé, Diana, ma még meg sem csókoltál. Találkozunk iskola után a kávézóban. Igen, ma mi fizetünk. Igen, ma van pénzünk. Oké! Sziasztok! Sziasztok. Hiányzó. Smiley, négyszer. Tessék! Mi? Hatszor? Versenyen voltam. Hogy gondolod, hogy maximum 11? Ki írta ezt? A kosarazók naplopók! Nyugodj le, Gigi! Te írtad ezt? Nem. Emberek, ezt nem én írtam, hanem a tanár. Mindenkit érint. Nézzétek meg, hányszor hiányoztatok, mielőtt letörlöm a táblát. Gigi, fogd be! Te is naplopó vagy! Családi dolgok miatt hiányoztam. Tudjuk mi jól a családi dolgaidat. Sorozatok és chips. Gyerünk, üljetek le! Figyeljetek, hamarosan lesz kabalák, örültök neki? Nem érdekel. Ha majd király kabalánk lesz, akkor érdekelni fog. Tudjátok, hogy ki lesz a mi kabalánk? A karatista. Figyelj, Blondi, a karatisták mostanság nem menők. Közöttünk menők, ő valójában egy MMA bajnok. Figyelj, Blondi, becsaphatod Knopát, becsaphatod Merit, de minket, kosarazókat nem csaphatsz be, karatista, haha. Meglátjátok, majd holnap meglátjátok, bujkálni fogtok tőle. Jaj, de félünk, csak azt nem mondjátok, hogy McGregor a kabalátok. Tudjátok, ha ti helyetekben lennék, én megkérdezném Patrikot, ő nagyon jó lenne, nagyon jó kabalátok lenne. Gigi! Lehet, hogy Patrik a karatista. Nevethettek, amennyit csak akartok, de számomra Patrik a legjobb. A békán kényszeresen vették, hogy elloptam az egyenruhájukat. Diana, beszéljünk. Tudom, hogy egyáltalán nem érdekellek, de meg akarok szabadulni Zöldikétől. Dima, először is vedd le a kezed az asztalomról, fel fogod dönteni. Másodszor pedig te akartál Zöldikével járni, oldd meg a saját problémáidat. Ez a te kapcsolatod. Diana, nem akartam, nem tudom, hogy ez hogy történt. Dima, nem érdekel a kapcsolatod Zöldikével. Dima, menj félre, kérlek, nem látom a táblát. Ha nem érdekellek, akkor te sem érdekelsz engem. Hurrá! Mi, Dima, ismét nemet mondott? Igen, nem akarok többet vele beszélni, olyan illetlen lett. Dima, persze, hogy illetlen, rosszul van tőled, ne kövesd folyamatosan. Dima és Kostya, a szünetben beszéljetek a csajokról, ne pedig az én hátam mögött. Figyelj, hallgass és beszélgess a saját barátaiddal, ne pedig az én hátam mögött. Jó? Nem én voltam, ők voltak. Jaja! Mi az, Patrik? Emlékszel, hogy régebben kedveltelek? Az ördögbe, Patrik, persze, hogy nem. Oké, továbbra is Gigivel leszek. Ne aggódjatok, emberek, nézzetek be a szünetbe hozzám. Készítek nektek ingyen láttét. Sziasztok! Diana, beszélhetnénk? Engem? Igen, Diana, téged a kabala hív. Diana, biztosan elnézést fog kérni, amiért késik. Igen, egy perc és jövök. Kabala, miért késtél? Beszéljünk. Megmagyarázom. Ó, itt van a kabala, és beszélni szeretne Dianával. Hát, lányok, a kabala tényleg jó fej, ne legyünk már tovább mérgesek. Remélem, ez volt az utolsó ilyen eset. Kabala, gyere gyorsan. Mondd el, miért hagytad ki az edzést, ha? Diana, ajándékot kerestem neked. Mi? Milyen ajándék? Hát nem érted, hogy ez mennyire fontos? El kellett volna jönnöd az edzésre. Ez a tiéd. Kabala, köszönöm szépen, nagyon aranyos, de nem érted, hogy ez mennyire fontos? Van barátom, és nem fog örülni neki, ha ajándékokat veszel nekem. Ezért hagyd abba. Csak egy apró ajándék. Vedd el, kérlek, nagyon elégedett leszel. Olyan aranyos, nyuszi. Oké, kinyitom, de csak egy feltétellel. Ha megmutatod az arcodat. Az arcomat? Megmutathatom egy másik alkalommal. Nem, Kabala, most azonnal. Szeretnéd, ha kinyitnám az ajándékot? Különben is, nem hiszel nekem? Nem mondom el senkinek. Oké, megmutatom az arcomat, de ha nem tetszem neked... Kabala, mi van veled? Örökre ez az állarc mögött akarsz rejtőzni, vagy mi? Kössünk egy üzletet. Te megmutatod az arcodat, én pedig kinyitom az ajándékot. Te kérlek, siess, amíg mindenki órán van. Oké, Diana, biztos vagy benne, hogy készen állsz, hogy arra, hogy meglátsz. Igen, készen állok. Siess, Kabala. Ó, Kabala, szia! Ez te vagy! Olyan furcsa látni a szőrös fejed és füleid nélkül. Hát örülök, hogy megismerkedtünk. Én Diana vagyok, te pedig Kabala. Mi lesz, Diana? Kinyitod az ajándékot? Ó, persze, csak megfeledkeztem róla.
Ó, ez egy karkötő, annyira szép, nagyon aranyos. De máskor kérlek, ne vásárolj nekem ajándékot edzés helyett. Az ördögbe, a vizsga annyira nehéz volt. Jana, egyszerű volt. Kabala? Megmutattad a saját arcodat? Ó, lányok, sziasztok! Igen, megmutatta az arcát, nem mutathatja meg senki másnak, de nekem megmutatta. Valamint azt is elmondta, hogy azért késett, mert nekem keresett ajándékot. Á, az ajándék. Diana, ez mit jelent? Együtt vagytok? Diana, ismét titkolsz valamit előlünk? Emberek, nem hagytam ki ezeket az órákat. Ez nem lehet igaz. Ó, Smiley, szia! Oké, Kabala, elmehetsz holnap neki is az edzésről. Hallottad, neki is? Diana, mi ez? Ez? Ez egy ajándék. Lányok, csss! Diana, beszélhetnénk? Várj, Smiley, beszélnünk kell a lányokkal. Lányok, őrültek vagytok? El akartátok neki mondani, hogy ezt a Kabala adta? Hát nem értitek, Smiley, nagyon dühös lesz rám. Akkor a Kabala miért? Hallgass, Lala! Hát neked ilyen ajándékokat. Bolond vagy? Lányok, azt hiszitek, hogy kértem tőle ezt az ajándékot? Nem értem, hogy miért adja. Ó, srácok, már itt vagytok. Mit kértek? Egy lattét és sütit. Srácok, új áraink vannak. Csak értesíteni szerettelek volna titeket. Dima, rakd félre nekem ezt a széket. Oké, oké. Mi zöld teát kérünk, hármat. Diétán vagyunk. Diana, szép legalább. Lányok, nem tudom, hogyan válaszolhatnék erre a kérdésre. Nekem Smiley tetsz. De hogy néz ki? Szőke, barna, milyen? Hát nem vettétek észre, amikor bejöttetek? Szőke! Diana, erős, izmos? Vannak ilyen nagy izmai? Erős. Lányok, csak az arcát láttam, nem láttam az izmait. Oké, mutasd meg, mit adott. Nézzétek, ezt a szép karkötőt adta nekem. Nagyon szép. Mackó is van. Nagyon cuki. Figyelj, Diana, miről cselektek ott? Igen, lányok, üljetek le. Ó, lányok, tudjátok, vettem egy kocsit. Igen, de nem akarja senkinek sem megmutatni. Az új autója kabrió. Fuvarozni fog minket a következő nyáron. Wow, király! Palacsintát eszünk. És lattét. Igen, lányok, rendben. Lányok, remélem nem mondjátok meg Smiley-nak, hogy ezt a Kabala adta nekem. Oké, Diana, megfogjuk. Nem fogjuk. És azt is remélem, hogy a Kabala találni fog magának egy barátnőt, mert azt gondolom, hogy nyomul rám. Nyuszik, holnap lesz saját kabalánk. Megérdekel minket, ugye tudjátok? Nekik holnap lesz kabalájuk, én pedig pomponlány leszek. Dima, szurkolsz majd nekem? Zöldike, hagyj békén! Diana, beszélhetünk? Diana, jaj, szerintem. Majd megmondom én neked. Hé, mit akarsz te tőle? Miért? Diana, ne menj, Smiley dühös Diana, lesz. Smiley nagyon dühös lesz. Diana, Smiley tényleg dühös lesz. Kabala, holnap az edzésen találkozunk. Smiley, holnap haza kísérsz? Persze, kedvesem. Mi is. Emberek, le vagyok döbbenve. Szerintem a Kabala belém szeretett. Nem tudom, mit csináljak. Nem akarok a Kabala miatt vitázni Smiley-kkal az ördögbe. Na szóval, emberek, lájkoljatok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a csengőt, legközelebb találkozunk! Sziasztok! És várjátok az új részeket. Na, sziasztok!